két nemzet van egyesülve bennünk, s mi két nemzet, a lengyel s magyar. Van-e sors, amely hatalmasabb, mint e két nemzet, ha egy célt akar? Bem 1794-ben született Tarnówban, egy délkelet-lengyelországi kisvárosban. A gimnázium elvégzése után már 15 évesen Varsóba került, ahol a tüzérképző iskola hallgatója lett. Ezt követően pedig hadmérnöki tanulmányokat folytatott. Napóleon orosz ellenes hadjáratában már a császár seregében szolgált a lengyel hadsereg tüzérségénél főhadnagyi rangban. Bátorságáért tiszti keresztet kapott. 1815-ben a bécsi kongresszus határozatai értelmében létrejött az orosz cári birodalmon belül az önálló lengyel hadsereg. Bem azonnal jelentkezett a tüzérségbe. 1830-ban csatlakozott a novemberben kirobbant felkeléshez, ahol átvette a tüzérség irányítását. A döntő ütközetre Osztrolenka mellett került sor, ahol hosszú és véres harcban az oroszok kerültek fölénybe, de Bem lovas rohamával lehetővé tette a maradék lengyel egységek kivonulását a csatatérről. A nap hőse Bem volt. Tábornokká léptették elő. Mi ne győznénk, hisz Bem a vezérünk, a szabadság régi bajnoka. Bosszú álló fénnyel jár előttünk Osztrolenka véres csillaga. Ha felidézzük azt, hogy hogyan viszonyult Bem az írókhoz, újságírókhoz, költőkhöz az 1830-31-es lengyel szabadságharc alatt, akkor meglepő az a szívélyes viszony, amelyik Bem és Petőfi között már az első pillanatokban kialakult. Lehet, hogy hozzájárult az is, hogy Bem is változott az 1831-es lengyel szabadságharc leverése után az emigráció közel két évtizede alatt. Tudjuk, hogy egy lengyel emigráns költőnek a kötetét anyagilag támogatta. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy mikor jelentkezett Bemnél Petőfi Sándor. 1849. január 24-én Szelindeken. Ez a szelindeki jelentkezés azt jelentette, hogy Bem első nagy kudarca után. Bem, akit december elején neveztek ki az erdélyi hadsereg főparancsnokává, megígérte Kossuthnak, hogy 3 hét alatt felszabadítja fél Erdélyt. Teljesítette ezt az ígéretét, hiszen karácsonyra Kolozsvár szabad lett, január elején pedig Urbán ezredesnek a dandárját is kiszorította Bukovinába felső Erdélyből. Utána ugyanolyan lendülettel akarta meghódítani Dél-Erdélyt is, és bevenni Nagyszebent, amely az osztrák csapatoknak a székhelye volt. Bem meg volt győződve róla január 21-én, a megjelenik villámgyorsan Nagyszeben falai alatt, akkor Nagyszeben megadja magát, ehelyett golyózápor fogadta, és kis ilyen ott maradt a csatatéren. Ezután visszavonult Szelindekre, hogy bevárja a Székelyföldről érkező erősítéseket, és ekkor jelentkezett nála Petőfi Sándor. Tehát nem a sikerek csúcsán, hanem akkor, amikor mondjuk nehéz helyzetben volt. Petőfi egy engedetlen katona volt. Bem pedig kímélni akarta Petőfit. Nagyon elnéző volt vele szemben a hadügyminiszter Mészáros Lázár is, amikor még Debrecenben összekülönböztek, tulajdonképpen Petőfit hadbíróság elé kellett volna állítani, elnézték a kihágásait Petőfinek. Tisztelték benne a költőt és azt az embert, aki megírta 1848. március 15-ének a forgatókönyvét. Petőfi több gyönyörű versben megénekelte Bemet ezen visszavonulás során. Egy a célunk, a közös bilincset összetörni, melyet hordozánk, s összetörjük. Esküszünk piros mélysebeidre, megcsúfolt hazánk. Bem sokszor a gerilla hadviselést alkalmazta a túlerővel szemben. Azzal tudott sikereket elérni, hogy a legváratlanabb pillanatban támadtak. Hadi sikerei pedig legendát szültek, ekkor már egész Európa beszélt a kis, sántikáló, sebhelyes arcú tábornokról. Petőfi újabb megjelenése az erdélyi hadszíntéren az 1849. július
24-e táján, amikor megérkezett Háromszékre Petőfi, és Bem parancsnoksága alatt kívánt szolgálni a továbbiakban, és a moldvai hadjáratból visszatérő Bem Berecknél találkozott Petőfivel. Annak a hírére, hogy Lüders tábornok az orosz fősereggel Nagyszeben felől közeledik a Székelyföld felé, 1849. június közepén, amikor Lüders tábornok Moldva és Havasalföld területén betört Erdélybe a maga 25 ezer fős hadtestével, azt a parancsot kapta, hogy Erdély, de főleg a Székelyföldet rövid időn belül pacifikálja. Bem meg akart ütközni Lüderszel, és az ütközet tulajdonképpen a Segesvár előterében, Fehéregyháza előterében reggel 10 órától egészen fél ötig eldöntetlenül tartott. Ágyúpárbaj volt, és a bal szárnyon sikertelen rohamokat intéztek a honvédek az Ördögerdő birtokba vételére. Petőfi is ott szemlélte ezt, órákon át szemlélte ezt a tüzérségi párbajt, tehát a segesvári front az egyik pillanatról a másikra változott meg. És Petőfi is váratlanul érzékelhette azt, hogy egyszer csak egy ellenséges fergeteg zúdul felé. És hát tudjuk, mi az eredménye, ő is egyik annak a 400 vagy 500 halottnak, aki a Segesvár előterében elesett. 1849. augusztus végére drámaivá vált Bem helyzete. A túlerővel szemben nem bírt, és július 31-én Segesvárnál súlyos vereséget szenvedett. Ezt követően Aradra ment, ahol átvette a magyar sereg parancsnokságát. Temesvárnál 50 ezer fővel megütközött Hajnau osztrák tábornok 70 ezer fős hadseregével. A csatát a magyarok elvesztették, Bem is megsebesült. A szabadságharc elbukott. Ekkor Bem és több ezer magyar honvéd, köztük sok lengyel Törökországba menekült, ahol nem volt más választásuk, mint hogy beléptek a török hadseregbe. A szíriai Aleppóban hunyt el 1850-ben. 1929-ben kihantolták és hazaszállították Tarnówba.